Festmények, grafikák, szobrok sorakoznak a Flash Központ kiállító termeiben, megnyílt ugyanis a 20. téli tárlat, amit már évtizedek óta az Art Flexum Művészeti Társaság szervez. A tárlaton Győr-Moson-Sopron megyei alkotók új művei mutatkoznak be évről évre. Tulajdonképpen ez egy év összegző bemutató kiállítás, 24 művésznek 24 féle alkotása, hiszen ha valaki végignézi, akkor látja, hogy mindenki azért egy kicsit másképp alkot, és ez egyrészt nagyon jó, mert izgalmas, másrészt meg persze nagy szervező munkával is jár, hiszen 24 embert összeszervezni, összehozni, megcsinálni a kiállítást, az nem olyan egyszerű. A kiállítás megnyitó Csáki Krisztina és Alasztics Balázs műsorával kezdődött, majd Csiszár Péter köszöntötte a vendégeket. A kultúrát és egyben a művészetet az egyes emberek és közösségek teremtik. Használják és adják tovább. A mindenkori jelen dönt afelől, hogy mi az, ami kultúraként fogad el a múltból, és érdemesnek tart a továbbadásra a jövőnek. A kiállítást hivatalosan Kövesdi Mónika nyitotta meg, aki bemutatta mind a 24 kiállító alkotását. Vigaszunkra van, és elvarázsol bennünket, elgondolkodtat, kimond, esetleg orba vág. Abban is bizakodhatunk, hogy a Flexum továbbra is összetart és működik. Most ezen a helyen ebben kell bizakodnunk. A Flexum működik, és lehetőséget ad nekünk arra, hogy megismerjük ennek a régiónak a művészeit, hogy végig kísérhessük az ő életműveiket. A hagyományokhoz híven idén is egymás alkotásait értékelték szavazatukkal a társaság tagjai. A legtöbb pontot kapott képzőművész ezúttal is átvehette a téli tárlat díját. Az elismerést az idei évben Kelemen Bennő Benjamin Elmozdulás című grafikája nyerte el. Én sorozatban gondolkozom évek vagy évtizedek óta egymásra épülnek ezek a grafikai sorozatok. Egy dolog foglalkoztat igazából szerintem egészen kamaszkorom óta, az itt létünk, az egyszeri és megismételhetetlen itt létünk. Ezen gondolaton belül próbálok grafikai vagy plasztikai anyagokat készíteni. Az Art Flexum Művészeti Társaság téli tárlata december 18-áig látogatható a Flash Központ nyitvatartási idejében.